Az évfordulós rendezvény Csötönyi László Szekszárdváros Közgyűlése Kulturális Bizottságának elnöke nyitotta meg, aki megható szavakkal köszöntötte az emlékezőket. Ezt követően Gyurkovics János Szekszárd alpolgármestere tartott emlékező beszédet, amelyben a holokauszt szörnyűségeit és annak hatásait elevenítette fel. Kiemelte, hogy tavasszal több botlatókövet is elhelyeztek a városban az áldozatok emlékére. Minden évben megemlékezünk a holokauszt emléknapjáról. Ez az év egy sajátos év, mert a botlatók avatások is megtörténtek. Ezáltal nem csak egy évben egyszer van megemlékezés, hanem folyamatosan, ahol a botlató kövek el vannak helyezve, ott minden nap szembesülhet a lakosság ezekkel a borzalmakkal. A 1944-ben kiváló és tehetséges emberek estek áldozatául itt a szekszárdi lakosok közül is, és hát gyakorlatilag így ezzel méltó megemlékezést tudunk adni. Sajnálatos esemény árnyékolja be a mai megemlékezést. Sajnos Friedman Tamás barátunk a héten elhunyt, és hát ő örökös házigazdája volt ennek a megemlékezésnek, és szívén viselte a szekszárd és a környékbeli zsidóságnak az életét. Nagyon sok munkát végzett, nagyon-nagyon komoly tevékenységet végzett a megemlékezések és az egyéb feladatok érdekében. Sajnálattal, megdöbbenéssel hallottuk a hírt, és hát az a kellemetlen, hogy én halál előtt másfél héttel még beszélgettem vele, szerveztük a mai programot, de sajnos hát meg se fordult a fejünkbe, hogy itt az elköszönés ideje. Sajnos a Tamás még nem készült menni, de az Úristennek nem tudunk határokat szabni. Őszinte részvétünk. Béresnyi Kollár Éva, a Tücsök Zenés Színpad Egyesület alapítója és vezetője is búcsúzott Friedman Tamástól. A Tücsök Zenés Színpad nevében köszönöm a megtisztelő lehetőséget, hogy aktív közreműködői lehettünk rendezvényeiteknek. Magánemberként őszinte részvétel kívánok nagyon sok előtt feleségednek, Marikának és gyermekeidnek a fájdalom elviseléséhez. Nagy űrt hajtsz magad után. Az Egyesület fiataljai által előadott nívós emlékműsor után liturgiai megemlékezést tartott Finali Gábor rabbi. Idén 80 éve, vagy 44-ben utolérte a magyar zsidókat, ugye a szekszárdiakat is, az a borzalom, amit a náci Németország és a helyi kollaboránsaik nekik előkészítettek és szántak, és ez a tragédia feldolgozhatatlan mind a mai napig. A szekszárdi megemlékezés mindig nagyon nívós és nagyon művészi. Jó, hogy fiatalok azok, akik ezt mind prezentálják, de arra emlékeztettem mindenkit a megemlékezés rámeső részében, hogy a nácizmus csak részben hozott újat, részben csak felerősítette azt, ami Európában eleve megvolt. És hogy ez a métej, ez még nem veszett ki teljesen, és azt hihetnénk, hogy egy megemlékezések 80 évvel később csak egy évben egyszer elegek ahhoz, hogy ezeken a borzalmak ellen mi immunisakká váljunk. De én hoztam sok példát arra, hogy talán Európa zsidótlanítása és zsidótlanodása egy folyamat, ami azóta is zajlik, hiszen a második világháború után 5 millió zsidó lakott Európában, most már kevesebb, mint 1 millió lakik, és hogy ez a sok esetben azoknak a túlélőknek, vagy leszármazottaknak a bizalma Európában az, ami elveszett, és ezt a bizalmat kéne visszaszerezni. Szekszárdon és közvetlen vonzás körzetében a II. Világháborút megelőzően 750 zsidó származású ember élt. 1944-ben Auschwitzba és a többi munka- és haláltáborba deportált mindegy 650 zsidó személyből, 600-an már nem tértek haza élve. Idén Szekszárd elvesztette hitközségi elnökét, Friedman Tamást, és
az ő elvesztése és tragikus hirtelenségű halála szintén részét képezte a megemlékezésnek mindenki részéről. A polgármester úr részéről a Tücsök csapat is vezetőjével együtt búcsúzott tőle, illetve hát én is megemlítettem azt, hogy a személyes jó kapcsolatunkon túl nagyon hiányozni fog, és az ő távozása, legyen az gyors vagy lassú, tragikus vagy nem tragikus, de az ő távozása is szimbolizálja ezt a fajta kiüresedést, azt a folyamatot, ami Európában nem csak 44-ben, hanem azóta is zajlik. A megemlékező műsort követően a korábbi volt zsinagógaként funkcionáló, a mai Művészetek Háza mellett található holokauszt emlékmű koszorúzása következett.